Igazán mozgalmas hétvégéje volt a viharvadászoknak, és bizony a folytatás is tartogat izgalmakat. Köszöntöm az M1 nézőit, Lazabori vagyok. Csodás nézői fényképeket kaptunk a hétvégi történésekről. Elsőként a mostani időjárás jelentésben Turi Eszter villámfotóját hoztam Nemeskocsról. Igazán gyönyörű, köszönjük szépen. Önöket is bíztatnám, hogy küldjenek hasonlóan érdekes fotókat a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre, akár zivatarfelhőről, akár villámokról. Ami pedig a folytatást illeti, ma egy kicsit megnyugszik időjárásunk, egy észak-kelet-európai anticiklon peremén helyezkedik el jelenleg a Kárpát-medence, de északnyugat felől már közelít egy hidegfront, az esti óráktól kezdve veszi át az irányítást, tehát ez a hidegfront. A mai napon eleinte még sok napsütésben bízhatunk, de gomoly felhők is lesznek az égen, egyre több lesz ezekből, sőt a nyugati tájakon meg is vastagszik a felhőzet, a Dunántúlon a késő délutáni órák kezdve egyre több felé várhatóak elszórt záporok, egy-egy zivatar is, csak úgy, mint a középső tájakon, itt egy kicsit kisebb valószínűséggel. A zivatarokat pedig akár felhőszakadás is kísérheti. Az esti óráktól kezdve pedig láthatjuk, hogy északnyugat felől ideér a hidegfront, és egyre több felé, egyre nagyobb számban számíthatunk záporokra, zivatarokra, akár felhőszakadással kísérve. A hőmérséklet maximum a 25 és 32 fok között változik, a középső, illetve déli területek lesz a legmelegebb, az északnyugati, illetve keleti peremvidékeken pedig egy kicsit mérsékeltebb lesz a meleg, de ott sem fognak fázni. Mérsékelt lesz a délies légmozgás is, majd ahogy megérkezik a hidegfront északnyugatira vált a szél és megélénkül az északnyugati tájakon. Ami pedig a folytatást illeti, ez a front határozza meg az időjárást, holnap és holnap után behullámzik itt a térségben, ez azt jelenti, hogy nagyon lassan halad majd kelet felé. Szerdán főként a nyugati tájakon élők számíthatnak újabb záporokra, esőre, illetve zivatarokra. Keleten néhol még kisüthet a nap, de alapvetően sok felhő lesz felettünk. Így lesz ez csütörtökön is, ekkor Kárpát-medence szerte kell elszórt, illetve szorványos csapadékra számítani. Pénteken egy kicsit már nyugodtabb lesz időjárásunk, de elszórtan még előfordulnak záporok, majd hétvégére egy kicsit javul az idő, igazi strandidő vár ránk, 30 fok körüli maximumokkal és sok-sok napsütéssel. Azt láthatjuk, hogy a hidegfront megteszi a hatását, a nyugati tájakon mindössze 21 és 25 fok között lesznek a csúcsértékek, de keleten azért 30 fok köré kúszik majd a hőmérő higanyszála. A vadmalacok évről évre egyre nagyobb riadalmat okoznak a környezetünkben. Jelenleg is tart a kocák ellési időszaka, ezért ilyenkor a legveszélyesebb a találkozás velük. Ha magányosnak tűnő csíkos hátú kismalacokat látunk, mielőtt próbáljunk meg csendesen távozni a helyszínről. Szinte biztos, hogy a közelben van az anya, aki támadólag léphet fel. De mit tegyünk, ha már szemben állunk egy vaddisznóval? A szakemberek szerint futni nem érdemes, mert 45 km/h sebességre képesek, mi viszont nem. Egy tájfutó barátom inkább a fáramászást választotta. A Pirosi parkerdő javaslata szerint adjuk meg a vaddisznónak a menekülés lehetőségét. Ha velünk szembe szalad, lépjünk egy szélesebb törzsű fa mögé, térjünk ki előle. Ilyenkor jól jöhet, ha zajcsapunk, kiabálunk, hadonászunk a kezeinkkel, ugyanis a disznó nem lát jól, a hangos emberi hangra pedig alábbhagyhat a bátorsága. Én most köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!